Jó reggelt! Meg el simász! Sziasztok! Kicsit korán van még, úgyhogy gyorsan bemelegítéssel kezdünk. Először mindegyünk hátra egy párat, jó? Csináljátok gombócot magatokból, és bőlöngéljetek szépen lazán, könnyedén. Megfogva a térdünket, tényleg gombócok vagyunk, mellkasunkhoz húzzuk a térdet. Jó, utána hátra nyújtjuk a lábunkat, meg a kezünket hozzá. Visszacsücsés, így. Megfogva a lábujjunkat, igyekszünk letenni a földre. Jó, térdünk, bemelegítéséhez anyag fekszünk, felekünk alá tesszük a két tenyerünket, picit felemeljük a derekunkat ezáltal, és szétnyitva a lábat, befelekőzzünk. Jó, annyit szét, nyissátok szét jól a térdet, tényleg a lábszáról írjunk le kis magunkrőket. Kifele. Megfigyelitek, igazából ez is csípőmozgás. Következménye ez a mozdulat. Jó, befele focizunk, viszintesen húzkodjuk a lábszárakat. Jó, megfogjuk a térdünket, mellkasunkhoz húzzuk, kinyújtjuk a másik lábat. Jó, lábcsere. Jó, most megfogjuk a lábszálunkat, mellkasunkhoz húzzuk. Nyújtsd ki a másik lábad, húzd a mellkasodhoz. Lábcsere. Jó, törökülés. Jó, nyakunkkal körözzünk. Egyenesen üljetek, és nyakkörzés jobbra. Balra. Előre, hátra. Oldalra billentünk. Oldalra nézünk. Jó, oké. Várunk a válkörzés előre. Hátra. Csuklónkat. Ujjainkat. Első fajtát, ezt már mutattam nektek régebben, behúzzuk a tenyerünket az alkalunkhoz. Másik kezet is, így ráhajtjuk az alkalunkra a tenyerünket. Jó, kifele fordítjuk a tenyeret, bal kezünk tenyerét kifele balra, és lehúzzuk ide magunk elé. Aztán jobbra, a jobb kezet. Aztán előre, tenyeret, és így lehúzzuk az ujjakat. Aztán a másikat is. Jó, ujjakat meghúzkodhatjátok. Azt még a derekunkat. Fölülünk szelyzába és törzsközés. Másik irányba is. Jó, oké. Na most következő lesz
Zolád előbb ez az irányba fordul, ugye létszíresebb az alapülésbe, jobb láb elől, másik lent, ez az. És akkor láb elől a kéz, jó, így elől a kéz, és akkor lábcsere, lassan ez is jó a térdés, a csípő átmozgatására. Ics, mi, szan, si, go, rok, sics, hát, kiu, gyű. Jó. 10 alap fölemelkedés fél térdre, és vissza ugyanígy a kézzel. Ics, vissza. Nyi, vissza. San, vissza. Si, go, rok, sics, hacs, kiu, gyú. Jó, jobb láb elő, emelkedj föl, légy szíves. Ics, úgy jó, állsz egyenesen, és ahogy fölemelkedtél, hogy beleboxolsz a tenyerembe, jobb kézzel, bum. Jó, gyere vissza kérlek. Jó. És most leülsz, lábcsere, föl, bal. És mehet. Szóval, így. Nyi. Szan. Si. Go. Rok. Sics. Hacs. Kiu. Gyú. Jó, még egy ugyanilyen lesz, amikor fölállsz féltérben, megállsz, fölemelkedsz, fölállsz, és aztán jobb kézzel bele boxolsz. Aztán visszaviszi és lábcsere, oké? Tehát ugyanez a gyakorlat, mint elő, csak állásban. Na, meheted box, ics, és meheted leülsz, lábcsere, úgy, nyi. Szan. Si. Egy lábon egyensúlyozunk ütés közben. Go! Ha nincs pádod, csak a levegőbe. Rok! Sics! Hacs! Kiu! Gyú! Ja! Oké! Következő ladafutás mehet. Mehet. Mehet a box közben. Jó, de szintesen úgy. Lazán forog a kéz, nem dőlünk előre, egyenesek vagyunk. Megy előre a kéz, de nem billentjük magunkat előre. Azaz. Jó, felén fordult, folytatod lehet. Lenn a könyök, nem csapódik a csukló, egyenes a csukló. Csukló, legyenes, ma nagyot, megy el közelebb, úgy, kézzel nyújtózkodsz, úgy, nem láncütés, egyenesen megy, oda-vissza a kéz. Jó, nem láncütés, tehát nem megy le, hanem egyenesen előre megy, erre figyeljetek nagyon, nem láncütés lehet. Fönt, nem esik le, úgy. Nem lánc, nem megy le, húz vissza. Ja, oké. Szuper. Ja. Na, akkor a következő lesz. Gyere szíves ide Zolán, ide hozzám közelebb, és innen felén fordulsz, jó? És akkor mehet egy lendületgugolás, felállsz, egyet jobb kézzel, egyet bal kézzel, beleboxolsz a tenyere. Ics. Nyi. Szan. Si. Go! Rok! Fenn a kéz, utána sem esik le. Sics! Hacs! Ez az. Hű, jó erős! Gyű! Folytatod terpesz szökkenésre. Ics! Nyi! Szám! Sics! Sokkal erősebb, mint normálisan. Go! Azért van, mert rok! Lefelé akarok menni,
és ez a gravitációval már is párhuzamosan álltok, és ez tök nagy erőt ad. Utolsó guggolás. Itch, mi, san, si, go, tok, sics, hacs, kiu, gyu. Jó, és még egy ismétlés, ez az utolsó ütés. Előre és térdet fölhúzod. Jó, egyszer jobb. Tizet jobb a tizet balra, jó? Itch, ez jobb úgy. Nyi, san, si, go, tok, sics, hacs, kiu, gyu. Másik, ics, nyi, kezet tartjuk, san, si, go, tok, sics, hacs, kiu, gyu. Ja, szuper. Mutatom a következő feladatot, zonát 21-et, jó, csak magadba fog szépen alap mozgását a rugásnak gyakorolni. Jó, azaz ugyanígy fölhúzod a térdet, előre talpalsz. Jó, nem focizunk, hanem szépen talpalunk. Egy. Jó, mert önállóan, csak így lazán magad csinálhatod ebbe az irányba, akár ebbe az irányba kérlek, fönn a kéz, és akkor egy párat jobbra. Így van, jó, és figyeld saját magad a mozgásodra, hogy talpalj, nem kell nagyon magasra, így saját edalázsa. Ez az, jó? Csak a talpat fordulj jobban előre. Ez az. Jó, úgy képzétek el, hogy egy nagyon nagy fába így tele talpaltok. Azaz húzd a térdet. Jó. Jó, másik láb légy szíves. Egyenes a hát, és előre megy a... Térdet húzzuk föl, már mehet lejjebb, úgy, jó, térd, lábszárral, tehát a talpa nem kell magasba rúgni, de a térdet azt föl kell húzni. Kép a helyén. Ja, oké. Védjünk egy kicsit visszaütéssel. Én mikor számolok, akkor pofont adok most véded, és visszaütsz mellkasra. Jó, jobb láb elön, egy szíves alapállás. Én szabadon fogok vagy jobb kézzel, vagy bal kézzel támadni, most már ezt ismeritek mindannyian, könnyedén. Te valamelyik kezeddel véded, nem mindig ugyanazzal, és a másikkal ugyanabban az ütemben gyakorlatilag egy lehelletnyi késéssel, babam, visszaadod a erőt. Na, így, mi, san, si, go, lok, sics, hacs, kiu, gyu, másik kézszám. Ics, nyi, san, si, go, lok, sics, hacs, kiu, gyu. Nagyon jó. Ez most már mindenkinek pengérmet szerintem. Jobb láb elő. Egyenes ütés, keresztvédés alsó, és ugyanígy ide oldalamba van egy box, jó? Tehát lédezt, és ide úgy tenyérrel inkább ez az egy ütés, jó? Tehát tudjátok, az a lédés, amikor a keresztkézzel az én jobb kezemet jobb kézzel így tereli, hagyja elmenni, és közben vissza tud ütni. Jó? Ics, nyi, san, si, go, rok, sics, hacs, kiu, gyu. Jó, másik oldal. Ics, mi, san, si, go, rok, sics, hacs, kiu, gyu. Ez az. A mai órára a védésekben egy új anyagot gondoltam még megtanulni. Az pedig az lesz, hogy most gyere csak támadj Zoárd, ugye most az volt, hogy jobb kéz jöttél, jobb kézzel jöttem, keresztkézzel, most tükörkézzel védek, és onnan fogok visszatámadni. Tehát támad, tükörkézzel kívülről, és onnét vissza. Jó, mutassuk be, így is létszi, állj ide, tehát mi bal lábunk van elő, mind a kettőnek. Támad, ugye ez volt az előző, lehet, ez volt az előző, most ez lesz. Még egyszer ezzel a kézzel, így.
Oké, okay, gyere csak, csináld! Először védjünk, még ne boxoljunk vissza, vagyis innen tükörkézzel, így van, kivégi Zoár. Na csak jobbra támadok, és amikor támadok, számolok, akkor légy szíves így tükörkézzel, tehát ha jobb lábunk van elő, és legyen nektek is jobb lábatok elő, akkor bal kézzel kívülről a kezem felülig eltereled a ütést. Jó? Oké, és na figyelj! Ich, mi, san, si, go, milyen lazábban, rok, ne legyen benne elütő, sics, hács, kiu, gyú, nagyon jó, másik oldal. Ich, mi, san, si, go, ne üsd el, rok, sics, hács, kiu, gyú. Na, ilyen egyszerű. Most nézzük meg ezt visszaütéssel, visszabokszal. Jó, tehát innen így, ez az, és pocakomat egyet. Nyi, san, si, go, rok, sics, hács, kiu, gyu. Másik oldal. Így, nyi, san, si, go, rok, sics, hács, kiu, gyú! Ja! Megigazítjuk! Ja! Na! Most pedig egy pár technikát szeretnék, ha megcsinálnátok. Először megmutatjuk párban, ha van párban megcsinálhatod, utána azonban próbáld meg úgynevezett árnyékolva, vagyis önállóan végrehajtva, anélkül, hogy társad lenne. Ez nagyon tanulságos gyakorlás, a kisebbeknek már elmondtam. Boxolók, azok pedig jó sokat küzdenek, ők is sokat csinálják így, mert valójában egy könnyed kerettartással, saját testedbe figyelve tudsz játszani a másikkal, úgymond. Szóval tényleg nem haszontalan egyáltalán, még ha vicces is kicsit. Na, akkor Zoár be is mutat először négy technikát, jó, vagy hármat. Először önállóan kérlek átből, önállóan most még se velem, majd utána az újakat fogom mutatni. Na. Szóval mondok egy támadást, az legyen Katadori, Munedori, azaz Munedori, tanuljuk is meg. Munedori az gallérfogás, itt középen egy grabancfogás, itt megfogom a ruháját, jó? Itt, és innen lesz, hogy elképzeled, hogy itt megragadnak, innen lesz külső karkulcs. Na, akkor mehet, és nem, ugye melyik lábra térdelünk, így van az elsőre. Igen, másik oldal lehet, dobjuk a kezed fölülről, ugye gondold el, hogy még egyszer, jobbra-balra csináljuk egy párat önállóan, és erre figyeltek, mint Zoár most már tök jól csinálja, hogy az első térdele térdel. Nézd meg, hogy tényleg az elsőre térdelsz, vagy a hátsóra. Jó, na ez a külső karkulcs. A következő, az boxból lesz egy láb ledöntés. Jó, amikor számolok, most számolni fogok, az legyen a támadásnak az időzítése, arra végjél, és utána menj be, ölel, és ugye döntöd a társadat, képzeled meg. Na figyelj csak, így, egy, így van, és tök jó, ha lehassalsz, le tudsz hasalni, nagyon jó, az a biztos, hogy feldöntenéd meg a kutanit is. Nyi, lehet más végül, kicsit lehet. Szám, si. Jó, oké. És akkor a következő lesz a harmadik, mert az egy kicsit nehezebb most, mert ezt nézzük a kisebbek, úgyhogy most nézzük meg. Katatedori, vagyis tükörfogás, így van előre, hogy a kezét megragadom, és innen lesz sihonage, azaz karalatfordulás. Ics! Sok lépés, tehát egy fordul, lép, fordul le. Hát nézzétek csak így igazából annyi van, hogy innen. Hátsó lábbal lépve fordulok, egyet lépek és letérdelek. Még egyszer, jobb láb előtt. Tehát ballal ide lefordulsz, leteszed a lábad és letérdelsz. Így van, jó? Másik oldal. Hátsóval egy kanyar, leteszed a térdel és dobsz. Jó, na még egyet jobbra-balra lehet. Jó. Szuper! Na most! Akkor jönne egy pár új technika, mondom, hogy melyik lenne. Lesz például, de csak így nagyon könnyedén,
válfogás, katadodi, jó társadat csinálod, akkor csak nagyon-nagyon lassan, mert nagy dobás ez, váldobás. Na, hogy csinálod? Tehát bocsánat, ennél, hogy tükörállás, válfogás, megragadom így a vállát, és akkor mehet. Befordul, letérdel, én meg csak egy picit legördülök. Jó, ez az első. Másik oldal, megfog, letérdel, ez az. Na, akkor ezt nézzük meg egyedül. Nozoát számolok neked ma négyet, kérlek most. Itt viszont lehet gyors. Jó gyors, ha lehuppansz térdre, ha kemény a talaj, ne üsd meg. Na figyelj, így. Hát ide, az volt elő, úgy. Szerzel, úgy, másik oldal. Ugye szerzel, húsz majd a szerzel a másik oldal. Nyi! Jó. Szan! Azaz, nem mindegy merre indulsz el. És aztán si! Azaz, jó, oké. Következő lesz, az pedig az egyből ledöntés lesz katadodiból. Na most, egyből ledöntés, az pedig olyan, hogy katadodi, válfogás. Jó, ezt most én mutatom be, kérlek, fogd meg a vállam. Jó, picit gyere ide. Ugye tükörállás vagyunk, és nézd, innen belépem, és ledöntöm ugorás. Úgy. Jó, lehet. Még egyszer. Figyelj, belépek, és innen ugye ezzel söpörni lehet, de most nyilván csak szűten ledöntöm. Ez lehetne gyors is, lehetne nagyobb csapás. Egy lépés, lefelé. Na akkor hadd nézzem meg, jobb láb elől, és akkor így. Így, nem is döntetsz. Így döntetsz egyből belész, bum. Jó, megállj. Jó, másik oldal. Mi? Azaz. Jó, jobb láb elől. Szan. És si. Oké, így van, nyakra betámadunk, fejet kiemeljük, és megdobjuk a másikat. Na nézzük még egy utolsót, az pedig legyen a csípődobás. Na figyelj, ezt én mutatom be neved, mert szerintem úgy fog csak működni. Katadori, ugye képzeletben megfogom itt a kezét majd. Befordulok, fölemelem, jó? Ha ma érje magad, mellére gördítheted. Másik oldal. Jó, megfogom, így kitolom a fenekemet, és ide magad mellé, így nagyon-nagyon-nagyon lassan, hogy lezúzzatok valamit, vagy magatokat. Jó, mutatom egyedül is, innen ennyi a gyakorlást, én megfogom, hopp, akár visszafele, megfogom, kitolom a fenekem, hopp, egy, két, három, négy. Na, Zohár, akkor csinálsz így négyet oda vissza, hadd nézzem jobb láb. Egy. Vissza. Nem ugye? Nem annyira egyszerű. Jó, mutatom még egyszer, figyeltek? Elképzelem, itt a keze, megfogom, a derekát fogom meg, és innen kitolom a fenekemet a két kezem irányára, ide. Tehát ha abba az irányba támadok, akkor mikor befordultam, a fenekemet is nekünk az ablak fele kell kitolni. Ne legyen légy szíves. Ide tudod arra bal lábad elől. Bal láb, innen. Fordul, fennék az ablak felé, fogom a derekát, és nézd, nem nyújtott lábbal, hanem hajlítva a lábamat. Kinyújtom, és ez lesz a rendület. Na próbáld, akkor mehet. Négy. Aha, így fog meg. Az, most másik oldal. Egyáltalán nem könnyűek ezek a technikák így elképzelni. Fogod a derekát. Azaz, aha, azaz. És még egyet. Ja, oké, szuper. Na ez volt az még az a technika, amit szerettem volna megmutatni nektek. Na még van egy pici időnk, ezeket ne felejtsétek el. Na a pici időben még... Gyere Zohár, hanyat fekszel? 10 bicska, meg! 10 bicska. Az lesz. Jó. Há, 5 darab fekvő támasz. 5 darab fekvő. Mélyre enged magad. Mélyre, jó? Jó, mélyre. Azaz.
Jó. Oké, 8 bicska. És 4 darab fekvő. Jó. 6 bicska. Hanyat légy szíves, keresztbe gondol a lábra, nyújtsd a derekadat, úgy. Pihensz. Jó, másik oldal. Jó. Hátra húzod a két térdet a füled mellé, igyekszel letenni. Úgy, hogy nyújtjuk a hátunkat. Ja, oké, előre hajolsz, megfogod a lábujjadat, így föltérlek. Azaz. Úgy, hogy, és aztán fogod kinyújtani. Jó, terpezbe ülsz. És dőlsz mondjuk jobbra. Itt megtámasztom a derekát, ennyit segítek. Balra. Középre. Derekát minél lejjebb igyekszem megtámasztani, ennyit fönnyom a lapockájánál, mert egészen feneke alá teszem a talpat, és így a lábszállam a derekát. Tolom egy picit, ez 1-2 centi, de segít őt egyenesen tartani, hogy így tudjon billenteni, ne pedig görnyedjem. Jó, oké, pillangó. Feszes a gatyú, nem? Ja, oké, törökülés vagy fél lótusz, lótusz és dőljetek előre, légy szíves. Lábcsere. Ja, oké, köszönöm az a segítséget. Akkor ezzel véget ért a gyakorlás. Technikákat szépen így végig fogjuk venni. Igazándiból a fegyveres harcból tudunk indulni, ott nagyon sokat tanulok én még mindig ilyen formagyakorlatokat, amelyeket párba csinálunk, de a mesterem is mindig azt mondja, hogy azt tudja jól a gyakorlatot, aki önállóan egyedül is végre tudja hajtani. Ez azért érdekes egyébként, mert több év páros gyakorlás után, amikor annak idején elkezdtem egyedül gyakorolni, bizony sokszor összeakadtam, szerepeket cseréltem, nem tudtam jól végrehajtani a formagyakorlatokat. Sok gyakorlást követelt az, hogy önállóan egyedül is ugyanolyan szépen, folyékonyan, ritmikusan végig tudjam csinálni az adott gyakorlatot, mint párban. Úgyhogy egy nagyon hasznos gyakorlást, így csináljátok ti is, képzeljétek el! Arigato gozaimashita!